Na hát szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok, szevasz Kenta, meg szevasz Penfi, meg jó is éjszakát is neked, kedves Penfi, szevasz, meg szevasz Fábián, neked is, téged is üdvözöllek ma este, amikor konkrétan egymásra fogunk feszülni, és bemegyünk a nagy két, négy konkrét sarok közé, a nagy ringekbe, hatalmas négyszögletű birkózó ringbe bemegyünk, hogy összecsapjunk a leghatalmasabb fenevadakkal, hogy megméltethessük elképesztő potenciálban gazdag duzzadó tudásunkat. Gyerekek, itt vagyunk újra egy nap. Szevasztok gyerekek, szevasztok! Hogy vagytok ma este, hogy telt ma a napotok? Lezajlottak a nagy streamek, lezajlott az összes létező stream, ami még csak megtörténhetett egyébként ezen a napon, és akkor ennek köszönhetően így már semmi más nincs hátra, csak az enyém van hátra, hogy én behozzam a lemaradást, kivéve persze, hogyha az imbó esetleg nem gondolja esetleg épp azt, hogy esetleg elkezdene streamelni egy jót itt a nap végére, mert az is előfordulhat egyébként, így bőséggel, gazdagsággal. Úgy gondoltam, hogy hát most az a baj, hogy ilyenkor délutános műszakoknál ilyenkor nem nagyon akarok ilyenkor haladni bizonyos végigjátásos témákkal. Alapból is csak van a Nier Automata. Azt meg nem, azzal, hogy nem akarok haladni. Azzal meg konkrétan azt akarom, hogy akik szeretnének itt ma itt lenni azon a bizonyos streameknél, azok akkor ne maradjanak le róla. Tegnapi napot is azért intéztem el így, mert éppenséggel be akartam pótolni a vasárnapot. Nem akartam azt, hogy akkor most a vasárnapit nem tudtam megcsinálni, akkor most megint kettő darab Nier Automata streamet intéztünk a héten, és akkor akkor most egy jó egy hétig nem lesz semmi belőle. Akkor bepótoltam, igazából úgy sem csináltunk semmilyen nagyon fontos dolgot. Egy főkület is azért megcsináltam, meg nyilván egy endinget is megcsináltunk. De attól függetlenül olyan nagy dolgot nem csináltunk, úgyhogy nem volt kár. Pont ezért gondoltam azt, hogy esetleg ezeket hát szokásos szíven, ezeket a délutános műszak utáni dolgokat, ezeket hát ilyen kisebb alkalmi dolgokkal kéne eltölteni. Mint például most ezzel a nagy WWE-vel konkrétan, kapásból azzal, most ez így, hogy ez egy felkészüljünk testbe és életbe a nagy WWE backlash-re, a nagy backlash-re, oké, hogy az még egy jó két hét lesz, vagyis hát konkrétan a jövő hét hétvégén lesz, pontosítva, nem ezen a hétvégén, nem az utáni hét hétvégén. De hát jobb később, mint soha, azt szokták mondani, vagy hát van az a pillanat, hogy jobb korán, annyi is szokott egyébként mondani, pár ember azt is mondta, hogy jobb korán, mint későn, és én inkább azt mondom, hogy inkább akkor legyen korán, mint későn. Én azt mondom, úgyhogy én azt mondom nektek, legyen valami ilyesmi a mai napnak köszönhetően. Istóbb megint késni fog. Igen? Na hogy? Mi írt neked, hogy izé, hogy késni fog, vagy mi? Írt neked privátba? Vagy írt a izére, amikor a Gergőnek a streamje volt? Nagyságos visszahatás. Visszahatás. Visszahatásokba megyünk, gyerekek. Hát szevasz, Alex. Jó estét neked is. Mi a hézag veled, hapsikám? Mi a helyzet veled? Hogy vagy? Most már teljes mértékben túltelítődtél már streamekkel. Múltkor is késett, mikor már rég ti néztétek a meccset, nem? Hát igen, de hát az nem 100%-ig biztos az, hogy az nem garantált, hogy ma is késni fog, az nem garancia, hogy mindig késni fog,
Nagyon jó, holnap nincs esti, szóval nem kell mennem. Na, hoppácska. Nincs esti. Mi izé? Műszak, esti műszak, vagy mi az Isten? Ez jó hangzik akkor. Legalább akkor siesta lesz akkor a holnapi nap. Esti levelezős, ja, a gimiben. Egy MS esti levelezések. Ó, vasárnapi meccsről beszélek, nem a ma esztőimről. Hát de még az se biztos, hogy ott késhet. Főleg azért se, mert konkrétan együtt fogunk hazajönni. Együtt fogunk hazajönni akkor, májusban. Konkrétan amikor elmegyünk a nagy szegedi dolgokra, a kipacsolásosságra. Konkrétan közvetlenül utána, való vasárnap, amikor már nagyba felkerül meg minden, és akkor gyakorlatilag együtt fogunk hazaindulni. Ki tudja. Lehetséges, hogy pont amiatt nem lesz izé. Majd lebeszéljük majd vele ott a kocsiba. Úgyis egy jó pár óra lesz, mire izé. Remélhetőleg sikerül időben hazaérni, legalább ilyen 6 hétre jó lenne azért, ha hazaérnék, és akkor lenne idő felkészülni rá, mert hát 8-kor lesz ez a dolog. Egyébként, kedves gyerekek, na de örülök neki egyébként azt, hogy akkor nem kell, akkor most holnapi napon nyugodtság lesz akkor neked, Alex, akkor nem lesz levelezések, levelezgetés, egymásra küldtek olyan szerelmes leveleket, hogy izé, hogy jaj, de szeretem a nagy izé gimnáziumokban a tejbe fasírtott, meg ilyenek. Ezeket leveleztek, meg gondolom a benzás kaják a legjobb dolgok a világon. Be is csatlakozok mindjárt, hogy volt. Így volt. Úristen. Óre! Óristen, gyerekek, szóval mehet is a nagy izéje. A nagy Hulk Hogan. Helyett nem lesz Hulk Hogan, helyette ami sokkal modernizált a dolgok lesznek egyébként. Most több minden dologban. Most lehetséges, most elbasztam egyébként, és lehetséges, most elpártok a HDMI-re, lehet, hogy ebből ki fog kapcsolni a cucc. És nem kapcsolat ki, nagyon jó. Történnek még ilyen csodák. El se hiszem, gyerekek. Úristen, micsoda. Baszett baszások vannak itt, gyerekek. Meg nagy hangoskodás, várjál. Ugye tettek nem izé. Nekem saját magamnak kell levenni a hangot. Tettek még pont jó. És gondolkodtam abba egyébként, hogy most így nagyban felkészüljünk a nagy backlash-elésekre, és akkor nem nagyban nyomatnánk ilyen meccseket, meg ilyeneket. De hogy vagy esetleg az is lehetne, hogy fognánk és akkor megnézzénk a nagy izét. Universe módot. Ez itt a nagy backlash egyébként. Szóval megnéznék jó kis Universe módot esetleg, mert gyakorlatilag abba is éppenséggel pont a backlash-nél tartok egyébként. Konkrétan ez a Universe mód gyakorlatilag egy konkrét manager mód, egy ilyen konkrét izé, egy ilyen, hogy is hívják, egy ilyen sandbox mód gyakorlatilag, és most éppen túljutottunk a nagy WrestleMania-n egyébként, és éppen a Backlash jön egyébként, most az NXT is szarságát most így elszkíteljük, mert most az nem érdekel. Nem fogunk ezzel foglalkozni, szóval itt vannak különböző nagy események, itt a nagy Backlash, a nagy Universe módnál, és akkor itt is lehet nyomatni a nagy izéket. Let's fucking go! Hát meg kell küldeni az iparokat, és akkor itt egyébként az a másik, hogy itt legalább teljesen más sztorik vannak egyébként, amiket én csináltam, mint ami a valóságban van. Hát egy-két kivételével, mert például a... Én már kettő in-game évet már le is nyomtam már egyébként ebben a Universe módba. Csak izé... Hémen mód. Helyi van. A nagy, ez konkrétan nem az a General Manager GM mód, hanem az a... Ez konkrétan inkább a Vince McMahon mód inkább pontosítva. Mehetjenek a nagy SmackDown-ok, meg a Raw, csak ezeket most fogom és ezeket így elszkippelem, mert ezek most nem foglalkozunk ezekkel. És akkor itt
annyi dolog történik most, hogy itt két év, második év után jutottam el oda, hogy végre valahára Cody Rhodes-a izé a bajnok, végre valahára legyőzte Roman Reigns-t, ő az Undisputed WWE Universal Champion, 21 napja ő birtokolja az ünnepet, pont nem látszik egyébként a kamerámtól, egy kurva kibaszott király, és nagyban meg lehet egyébként nézni a nagy eseményeket, hogy ki hogy van, ilyen fasz. Még itt faszán megcsináltam azt, hogy izé, hogy itt át megoldottam azt, hogy tag team öveket is konkrétan a Community Creation-ben már megalkották konkrétan a jelenlegi új tag team öveket, amiket itt bejelentettek ezen a héten, meg a múlt héten, ezért izé azt is így leszedtem. Nekem sajnos nálam Roman Reigns csak 630 napig uralta a nagy WWE övet, és nálam a nagy Drew McIntyre egyébként nagy bajnok, nehézsúlyú világbajnok, nem vette el a faszom Damien Priest, mink ezt már korábban már megejtette ezt már, azóta nagy Dominik Mysterio az interkontinentális bajnok, bazd meg, ez meg a saját karakterem, bazd meg, a Mason trójai. A Mason trója. Trója az United States, az Egyesült Államoknak a nagy bajnokai. Gyerekek. Mert konkrétan itt látszik egyébként, hogy minden brandnek megvan a megfelelő nagy WWE nagy bajnoki övei. Mindegyik brandnek kell legyen egy belábbajnoki övnek, egy midcarder, kisöv, egy ilyen középső övnek, meg van egy tag team öv, meg van egy női világbajnok öv, meg egy női tag team, meg van ez a Money in the Bank-es faszom, de az most jelenleg üres. És most a SmackDown-nak is itt van a sajátja, itt meg a izé, Cody Rhodes-en izé, uralkodó, és más a tag team. Mindenki más! Bazd meg, nem hiszem el. És akkor itt most megnézhetjük azt, hogy milyen izé szarokat rakott be, hát hú, bazd meg, mi a fasz? Megbolondult a játék. Megbolondult. Most elkezd teljesen átvariáltam nagy embereket a brandekben, és megbolondult a játék egyébként. Szó szerint. Semmilyen izét, öv meccset nem raktak be, amit az összeset csinálhatná már. Ez csomó időbe telne egyébként. Meg lehetne egyébként kapásból csinálni, hogy ezért, mint ami a valóságban is történik, valóságban is fog majd történni. Mint például az, hogy Cody Rhodes meg fogja védeni a WWE bajnoki övét az AJ Styles ellen, tehát ez egy tök jó kis lehetőség lenne, így egy kezdeti első világbajnokságnak teljesen királyság lenne, és akkor itt megnőnek itt nagy babaszat övek. Szóval az izé volt ott, hogy a Jay Uso volt, aki megküzd majd az izé a Damien Priest ellen a World Heavyweight Championshipért, de mivel nekem nem Damien Priest a bajnok, hanem az izé, hanem a Damien, na, Drew McIntyre, ezért nagyba faszául meg lehetne csinálni ezt a módot. Hát nem tudom. Az a baj, már teljesen máshogy kéne nekem már megoldani a dolgokat. Egy hosszú folyamat. Az a baj, most egy olyan hosszú folyamat lesz, hogy most mi ezt én megcsinálnám, bazd meg ezt. Ezt jól át kell gondolni, hogy ki kényenek itt a nagy izé meccsek. Jól át kell ezt gondolni. Azt szerintem nem ezt csináljuk most. Ez elmegy egy fél óra, bazd meg, mire itt megcsinálom ezt a szarságot. Ezért inkább helyette azt csináljuk, helyett azt csináljuk, hogy GM volt, nem. Hát legyen csak sima izét, megnyomhatjuk a nagy playeket, megnyomhatjuk a nagy backlash-eket. Igaz, hogy olyan sokat nem jelentettek még be egyébként, de ettől függetlenül azért van mit a tejébe aprítani, kapásból. Itt van nagy izé, Jay Uso, és akkor Damien Priest, de mi mondom, hogy nem bajnok. Nem ő jelenleg a izé, a nehéz súlyú
harkas bajnok, hát most mindegy igazából. Épp ezért, most így megzavarjuk a dolgokat egyébként, és ilyen egy hármast, egy triple threat meccset nyomom, mert abban akkor berekülünk Drew McIntyre-t, mert ott ő a izé bajnak, és akkor mehet tétre ez a szarság. Ha csak az a baj, hogy én, na mindegy. Nem a McIntyre-re kéne menni, hanem úristen te csóró. Mennék a Jey Uso-val mondjuk, esetleg. Hát, ha meg tudja nyerni esetleg az övet nagy backlash-en. És akkor itt van nagy Damien. Nagy Damián. Damián Ferenc. Nagy Damián pap. Hát, ha megnyeri a bajnok jövőn. Azt mondja, hogy San Juanba megy, Puerto Rico-ba megy a mérkőzés. Ott ez Balónak a szarát, mert valójában a Franciaországban lesz a mérkőzés. Franciaországban fognak összecsapni. Úgyhogy több passza lenne egyébként, mert hogyha most otthon lennék szombaton, akkor akár már szombat estemet tudnánk egyébként nézni, mert majd még Franciaországban ezt azért hát élőben tudnánk nézni. 8 órakor kezdődnek kb. Azt mondjuk, hogy hol Istenben van. Szóval ott egy időben tudnánk nézni a vele, szóval lehetne élőben nézni. Ezért jók ezek az európai PPV például. Ez haszányos. Ezért jók ezek az európai cuccok, mert azokat abban lehet nézni. Lehet nézni élőbe. Hát hogyha más nem is. Ha más nem is esetlegesen a üzébe. Jövő hónapban, júniusban lesz a izé, a Clash at the Castle. Június végén azt hiszem. Lesz a Clash at the Castle, az is például Skóciában lesz. Hát ott igazából ott egy órás eltérés van, ha jól tudom. Egy órás eltérés lenne. Pedig azt is lehetne élőben nézni. Szerencsére az egész jó, mert most így ebbe az évbe már kapásból hármat tudok legalábbis, három európai PPV-k is lesznek, de lesz egy ilyen Bash in Berlin egyébként a SummerSlam után, ilyen szeptember környékén, akkor nyilván Berlinben lesz, Németországban. Tudjátok, nem Európában lesz sajnos. Ugye lesz egy ilyen King of the Ring-es akármi, az Szaúd-Arábiában lesz. És persze a SummerSlam az meg Clevelandbe, Ohio-ba lesz. Úgyhogy az meg... Ez egy egyedüli amerikai PPV egyébként, meg lesz a Money in the Bank is. És az se Amerikában lesz, hanem Kanadában. Kanadában lesz konkrétan. Húj, ez nem rossz. És most az is azért ugyanaz, mint hogyha most Amerikában lenne, mert ugyanúgy nem tudom megnézni, nem tudom megnézni időben. Mondjuk a Szaúd-Arábiát azt... Most ez jó kérdés, de azt a Szaúd-Arábiát azt lehet, hogy lehetne azt azért korábban. Azt meg lehetne így az élőben, csak az jóval korábban kezdődne azt, mert az hogy Ázsiában van. Talk about a big matchup. The World Heavyweight Championship on the line here tonight in this triple threat match. Ready to kick things off here with Jey Uso, Drew McIntyre, and Damian Priest. The mind of the champion must be going a mile a minute, wondering what's the best strategy in this situation. Az meg ilyen korán reggel lenne, vagy délelőtt.
Izéko volt a az Elimination Chamber, például az Ausztráliában volt, az például, hogy gyakorlatilag délelőtt volt, az ilyen 11-12 óra környékén nyomták. Azt például én élőben néztem például, tehát akkor mi nem volt az, hogy ez egy... hogy nézzük teljes egészében. Azt én élőben néztem azt. Elimination Chamber. Ez beindult a hatalmas nagy triple threat mérkőzés. Jey Uso, Damian Priest, és a jelenleg is regnáló World Heavyweight Champion, Drew McIntyre. Vajon ki fogja elhagyni ezt a terepet bajnokként, ki fog olyan bajnokként távozni itt a Franciaországban, hogy Backlash-en. Úristen, mekkora running superkick volt, az kereszt a levegőbe. Hát ez nem volt, bőven nem volt elegendő, sajnos. Ahhoz, hogy ez vége jönnek. Ehelyett valami nagyobb dolgokhoz kell folyamodni a kedvenc kis Jey Uso-nak, a main event Jey Uso-nak. És hogy kilökte a ringből? Hát hogy kilökte a ringből a Drew McIntyre-t, és hatalmas DDT-vel szolgáltatja a nagy Damian Tokot. Most hirtelen beindult a Jey Uso, most beindult, gyerekek. Hátalmas sikerülés látni, de nem elég ez. Úristen, Drew McIntyre egy brutális erősségű Powerbomb! Úristen, mekkora szuper kick volt egy is. Damian Priest nem bír magával. Hogy rakhatja be? Hogy tehet ilyet? Egyszer ez nincs benne a forgatókönyvben, gyerekek. Úristen, aztán már lehetséges, hogy már Jey Uso is csinált most már valamit, úristen, és beadta fordított neckbreaker, és kettőnél szabadul. Hatalmas McIntyre. Ajajajajajaj. Firm control. Kick right in the face. Most Jey Uso egy kicsikét egy pillanatra kiiktatták a sorból. Kicsit most fekszik, de most mindjárt pihenés után most visszatér McIntyre-ékhez. Bebiztosítsa a győzelmét, az egy World Heavyweight Championship ügyében. Úristen, lefejelte meg McIntyre, meg lesz a győzelem neki, akkor let's go, kész, de nem. Hát szevasz Gergely. Újság van veled. Úristen, Celtic Cross. Crucifix fasz. Takarodjál. Nem fogsz, hogy senki se. Győzedelmeskedni nem fogsz. Helyette fogja a Jey Uso és fogtam megoldja saját maga a dolgot. Mit csinálsz? Jóság Gergely, meddig vitted a izét? Meddig vitted a Gégelottót. Gégelottót meddig vitted? Ja. Gégelottó vagy? Nyeles Lottó. Úristen! Diving Elbow Drop! Damian Priest kifeküdt! Vége van neki! Egyelőre McIntyre és Jey Uso, aki a legjobban bírják ebből, egyébként látszik, hogy ők azok, akik most talán a legnagyobb favoritok. Ajaj! Már majdnem beadta! Majdnem beadta volna! Nem! Nem történt meg! Minden kicsülés a túlba. Jaj ne! Future Shock DDT! No!
Future Shock, DDT Punk, McIntyre, és kettős. Úgyhogy ez nem odalatt a gyűjtögetni. Gyűjtögetni? Aha. Hát mit gyűjtök? Milyen? Mit kell egy gyűjtögessé? Nem is emlékeztem már ilyen a gyűjtögetni kellett. Damien Priestnek semmi ilyen nincsen, se Sidney Charles, se Kenny Shada. Ó, most... Hát ez sajnos sajátos volt. No! Nem történhet meg! Iiii, micsoda konzekvencia volt az gyerekek. Ne! Nem dőlt, nem történt még meg, nem dőlt el a mérkőzés sorsa. Hát itt a pillanat. Mondom, na! Szíve. Nem is emlékszem ki erre, baszki, gyerek. Én egy gyűjtögetések voltak a izébe. Sharp elbow to the gut turns that one around. És ott van, és most felmi a sarokba, és beadja az úszó splash-t. Ott van, beadja. Jaj, ne, és visszajön. Visszajön a szaros. Damien Priest. És egy spear! Egy hatalmas spear szolgáltat a semmiből. Jey Uso, és megvan! És Jey Uso a semmiből megküldte. A semmiből jött ez a hatalmas spear. And the new World Heavyweight Champion! Bejni meg Jey Uso! Hajának való Csicsinek, az igen, aztán nem morájtott Bulls-nak, és mind a végső felhalt előtt. Az királyság! Hát, fel kellett készülni a szelharcra. Fel kellett készülni testbe és lélekbe. De akkor el is jutottál akkor oda? A izéhez? Ez fülküldi volt. Az király. Nagy Stone Cold Steve Austin 2001-es Steve Stone. Szóval, hogy... Ott fülküldi. Ez nekem ez teljesen kiment a fej... Ezt teljesen el is feledkeztem már erről egyébként. Ez meg volt. Totálisan megfeledkeztem róla. Erről például most már úgy emlékezett tisztán, hogy a végső szelsz, mondjuk úgy emlékszem, hogy a végső Cell Games előtt, amikor megkezdődik a Cell Games tudsz, akkor sok dolog történik, ilyen sok mellék dolog, ilyen kisebb dolgok történnek így a így előtte. Így szépen így felvezeti, így szép lassan felvezeti azt a utolsó szegmens részt. Hát de eljutottál odáig a fináléig, mert láttam, hogy ott már ott annyit láttam, hogy a Goku-val már ott voltál a szelme mögött, és akkor beszélgetetek meg minden. Tudottam el, mert figyelzom kell, de úgyis a vége előtt volt. Nem jutottam el, mert úgy hozom kellett a szolgja. Keci. Szóval épp akkor fejezted be. Az fasza. Én direkt levágtam minden szart, még a saját faszomat is levágtam, azért, hogy gyorsan odaérek már a stream végére. Hát kért helyedetlen. Katasztrófa. Katasztrófa. Most lehetne egy izé. One on one match. Interkontinentális meccs, azt szerintem valószínűleg ez meg fog történni. Sami Zayn és... hol van? Chad Gable között. Mert ők fognak meccselni. Az övér.
univerzumot be fogod megmutatni? Pont ma akartad bemutatni azt egyébként. Csak úgy voltam vele, hogy olyan sokáig tartasz, beállítsam. Hát ha szeretnéd, megcsinálhatjuk azt is. Ha úgy van. Mert hogy gyakorlatilag pont épp a backlash-ért tartok egyébként ebben a módban is. Már lezajítottam már 2 darab izét, 2 évet, 2 in-game évet, 2 ilyen szezon. Most ott nem odáig ugye az izéje. Igen, itt is játszok nagy színának az izé zenéjét, a word life-ot, a szó életét, a szavak élete. Legalább, hogy értsen. Ez egy sandbox mód, kérlek szépen, akkor most teljes egészében figyelj ide. Ez egy sandbox mód, kérlek szépen. Egy ilyen fő, nem is tudom, nem is menedzser mód, hanem inkább ilyen fő boss, ilyen igazgatói mód gyakorlatilag, mert mindegyik brandnek a főnöke vagy gyakorlatilag, mindegyik brandet így te vezeted igazából, és te vagy az, aki leoszt a izéket, a meccseket, hogy mik zajlanak éppen esetleg az adott brandekben, adott adásokon, milyen meccsek menjenek, és akkor te döntöd el, hogy milyen rivalizálások menjenek esetleg, milyen rivalizálások, és akkor be tud állítani, hogy intenzitásba is milyenek legyenek a rivalizálások, stb. Konkrétan képes, hogy akár saját, teljesen saját brandet is csinálni egyébként. Nem kell Raw, SmackDown, NXT. Tudsz itt csinálni szerdára is egy major, nagy showt, vagy tudsz csinálni egy kis adást is, egy ilyen main event, egy ilyen kis izé, kis adásokat, ami ilyen teljesen semmivel nem szól, csak az, hogy izé, jönnek az emberek birkózgatni, mert lehet major adást csinálni, custom showt, és akkor nyilván be kell ahhoz rakni a saját bajnokságokat, bajnoki öveket, stb-ket. Itt is például, itt is látszik például, hogy szépen nem vannak hozzá, hogy 56-an vannak benned, és akkor te is be tud állítani a képen, kik legyenek a Raw-ba, kik legyenek a SmackDown-ba, kik legyenek az NXT-be, number of matches, hogy egy adáson hány meccset játszanak le, ott is beállíthatod konkrétan. Ott is be tud állítani, hogy milyen match típusok legyenek így átlagosan egyen izébe, meg be tud állítani azt, hogy milyen adásban milyen bajnokságok legyenek, milyen bajnoki címek legyenek az adott brandbe, mik tartozzanak esetlegesen. És látszik, hogy van izé nagy világbajnoki, hogy mit kell, a tech team, az izé női világbajnoki, női tech team, meg a izé money to bank, stb. NXT-be is ugyanígy izé legyenek ugyanúgy a cuccok. És akkor így szépen mész a naptárba, a kalendáriumba, mint hogyha izé a... mint hogyha a Tifába nyomnád a menedzser módot, csak itt nem egy csapatot menedzselsz, hanem konkrétan az egész szervezetet te menedzseled konkrétan. Te alakítod a sztorikat, te alakítod a... hogy éppen ki legyen a bajnok, te alakítod itt most éppen, hogy megkreáltad, hogy milyen meccsek legyenek éppenséggel. Most meg van csinálva, hogy most 8 mérkőzés legyen ebben a backlash-be. Hát én most azt mondom, hogy legyen csak 7 például. És itt már itt be is állítottam már egy mérkőzés, hogy itt már megtörténjen legyen ez a Pozirós AJ Styles, mert már a valóságban is ez lesz a mérkőzés. És akkor itt is kapásból így össze lehet szervezni a dolgokat, hogyan zajlanak le. Júj, most rímel a Latika. Úristen, most? Hát az egész nap otthon van, Geci, azt nem is dolgozik, azt ilyenkor streamel, beszarodnak. Mit streamel? Fallout-ot? Csak a kiesés. Ilyen szar, csak a kiesés ilyen. Itt vagy, kedves Gergő, még? Ez a lényeg egyébként, és akkor itt konkrétan itt van ez a szupersztárok módja, itt be tudsz nézni a bizonyos szupersztárokra, rá tudsz nyomni,
És metod itt is népen nézni, vannak itt ilyen faszak is izé, statisztikák egyébként, hogy megnézed, hogy Royal Rumble mennyit vettek részt, WrestleMania-nél vettek részt, stb. És ott mennyire bajnosság, stb. Van én többenket mennyit nyertek, hát így, és így metod itt nézni, hogy most mi a helyzet, hogy vannak, hogy áll a helyzet itt, és akkor itt is tudod itt, meg itt tech teameket is itt tudsz konkrétan kreálni, menedzselni, tudsz létrehozni vadonatúj tech teameket, frakciókat, satöbbiket, kérdez szépen, és meg hát itt oda a rivalizásokat, aztán mutattam, mutatnak a bajnokságokat, itt oda egyébként megnézni, és látszik azt, hogy több bajnok jobb is van, csak hát ezek nincsenek aktívban, mert ezek nem a univerzumban nem tartoznak ezek a dolgok egyébként. Csak épp azok, amiben vannak. Ezek a dolgok, és meg nekem is vannak ilyen kreált szupersztárjaim, már akkor ilyen kreált karaktereim. És például az egyik kreált karakterem, például az egyik brandnek a SmackDown brandnek a bajnoka, United States bajnok, a nagy Mason a trójai, Mason trója. Úgyhogy ilyesmi. Kérdez szépen, és akkor én megyünk szépen tovább, és most éppen most volt éppen meg a WrestleMania nekem is. Aztán szépen így lejátszunk nagy dolgokat. Csak az a kérdés, hogy mit játszunk le. Most gondolkodtam ezeknek azon, hogy nagyban mehetnek ezek a nagy meccsek. Most lehetne lejátszani egy izét. Egy Logan Paul Seth Rollins mérkőzést. Lehetne ez egy izé, mérkőzés ide a Backlash-re, meg a World Heavyweight Championship menne most az izét a Drew McIntyre nekem a bajnok, és akkor most de megnézzük, hogy ki lehetne az izé ideális. Én majd a Günthert akarom majd bajnoknak, csak itt még kicsit későbbre kéne berakni, helyette valami izét kéne. Meg na szevasz Kristóf, szevasz. Hát jó estét neked, hát mi a helyzet, hogy vagy? Azt hiszem már alszol. Hogy érzed ma magad ezen a csodálatos, harmatos, szexistenekben gazdag nappalban, nappalokba. A Kristóf mehet lacizni csinálok. Miért mehet el a cizni? Nekült már rá... Már a bérében, mivel ott vagyok a bérében, cizében? Kristófot palták. Még itt elküldi az embereket. Elzavarja az embereket. Nézd meg. Verjen bele. Még ugye a László közben nagy izén, nagy fallout-jával. Fallout-bá. Na, kigyúszunk meg. Most miért küldted le a Kristófot egyébként? Mi ez a... Na, Kristóf lehet a tűzni sávó? Zé vagy. Ha nem... Zé... Ha nem pikkelsz a Kristófra... Kenta. Hát azt, hogy róla egy sztori valami. Lóge sztorival. Hát most az, hogy most te nem sikerült a 9 óra, most sem sikerült a 9 óra, de hát ott figyeltem megvan. Ez számít. Én nem tudom, bazag, hogy kigyen az ellenfele a McIntyre-nek kurva életbe. Csak a paszki van. Hát LA Knight lesz. Verjem az LA Knight-ba. Nincsen benne a játékban CM Punk, sajnos. Fel most nincsen benne, azt lehetne egyébként, és most nincsen benne a CM Punk. Még. De elvileg május elején megjelenik az első DLC csomag, és abban már benne lesz. Egyébként. Jó kis tag team, lehetne egy tag team is egyébként. Art Russi és a Miz
megvédnék a nagy tag team övüket. A Latino World Order ellen Rey Mysterio és Santos Escobar ellen a Miz menne, meg a nagy átruszi rákosok. Ami táplált van, tudod nagyon jól. Tudod nagyon jól egyébként, hogy olyan az volt, tehát tudod nagyon jól. Mi az, hogy nem tudod? A vér és Miz. Ennyi. Nem vér és Miz, hanem vér és Miz. Mízeske. Szaftban gazdag. Mi ez a Braun Strowman? Takarodj már, Dick. Johnny Gargano. Mehetne egyébként a DIY. Johnny Gargano és Tommaso Ciampa. Mehetnének, ők kihívhatnák a izéket, a kurva anyádat. Izét a másik, a World Tag Team bajnokokat, akik most itt nem a Grayson Waller és a Z, Austin Theory, hanem a Alpha Academy, a Chad Gable és a Otis. Ez a zene bejött, most eszembe jutott, hogy bajta Sheamus kéne berakni ízét. McIntyre ellenfejnek inkább. Most eszembe, igen. Ez egy jó kis izé lenne. Most nagy bratyázban vannak, hát akkor most éppen kihívom a picsádat. Jó lesz az neked. Helyette, igen. És még van még, már csak kettő. Csak kettő kiadó hely van. Női meccset is be kéne rakni. Éppen nagy friss bajnok Bailey, aki itt is bajnok, és megy egy visszavágott Bianca Belair ellen, mert ő volt a bajnok a WrestleMania, nem jó Sky volt, nem ővek tőle vettem, de a kajas ragasztja a demenciáját, nem emlékszem. Mire a... Hát de előbb leírta egyébként. Leírtad egyébként azt, hogy a tegnapi 9 óra. Az a 9 órás Twitch story, amit kiírt a Laci, arra gondolt. Ubazeg. Kevés a meccs. De hát ez így van rendjén. Valószínűleg a valóságban se sokkal több. Ja, új sztori, értem. Hát az a Twitch-es sztori. Írta, hogy 9 óra, és akkor te is mondtad azt, hogy írta, azt, hogy 9 óra, az sehol semmi, meg ilyenettől. Ennél volt ez a dolog. Azt így Falloutoktól, a hosszú játék úgyse elfújtsága nem az minden. Hát, de nem bűsül az a lényeg egyébként. Az a lényeg, hogy streamel végre. Mert amikor elmentünk izélni, mi a faszhozni? Ja, na, jó kis United States bajnoki cím lesz az én karakteremmel. Nem tudom, ki ez az ellenfele. Mondjuk ide lehetne elinájtott egyébként. Ja. Hát legyen. Ez lesz. Nekem nagyobb az inger küszöböm, Márti. Hát ennyi. Vagy a vasárnapi túrázásnál itt rávettem őt, hogy most mondtam, hogy ne aggódj, most jó, nem lesz, nem a VLT-es anyag egyébként, az anyag, hogy streamelj, az anyag, hogy szolgáltasd a műsor, stb. Igazából ez is valami. Hát most gondolj bele, Gergő, most és én ezt a játékot sem tudom befejezni, Nekem is van olyan játék, hogy nem tudom befejezni, ezt sem tudom befejezni. Se lehet befejezni. New Vegas-tán nem volt soha jobb Fallout. Valóban jó volt ez a New Vegas egyébként.
mert ez az első mérkőzés, LA Knight vs. Mason Twohan. Egyébként ez a Mason Twohan, ez egy Bloodline tag, ez egy anoai családtag, tehát létrehozni karatát a Tama Tonga helyett, ő a új tagja a Bloodline-nak. Itt van a nagy Samantha bekonferált, hogy United States Championship megy! Now here's someone ready to storm into a fight. First blood, last one. Itt meg a last one, hogy apja lapja megérkezett, amikor mondtam, hogy L.A. Knight. Yeah! By some accounts, L.A. Knight should never have made it to WWE. Yeah! Yeah! Kár, hogy most elmondta. Hát most ez csak egy, ez kisöv, ez kis bajnök jöv, hát majd a nagy bajnök jöv, akkor ez mondja, Champion! Death Knight? Nem. Ez a Los Angeles-i a lovag. Ott pont most mondták egyébként, hogy LA Knight! És mondták, hogy yeah! Itt most jövök én, nagy, a trójai faló. Nagy United States bajnok, a Hollow Knight. Gyerekek. Itt megy egy gyerek, a nagy szaftos picsájú, a jövő bajnoka, Roman Reigns unokatestvére, vagy Roman Reigns tesója, a United States bajnok, a Black Knight gyerekek. Nézzet, milyen baszedő nézhet, én kreáltam. Ilyen hajam van nekem is, mondjuk hát kicsit növeszteni kéne mégis, akkor már ilyen lesz nekem is. Az a neve, ott rá van a pól, egy az összes ellen. One versus all. Egy az összes ellen. Egy mindenki ellen. Látszik, hogy tekre álltad. Miért? Miben látszik? Büdös a feje? Csüves a feje? Hogy ez meg, ordít. Ááá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 
átalakult. Hogy gagyi, a faszom a gagyi. Mi gagyi? Hát milyen basz ez, nézett már ki, hát milyen faszom volt már. Azt mondja, tekre, ez hogy a gagyi. Két az ük. Unokája. Húzom a gagyi. Persze! Hát hogyne? Azt mondja, túl generi. Nézem, milyen ilyen szét van szálkásítva az ember. Ott vannak a nagy izék. Tetoválások is, szamoly tetoválások. Elég kretén pankrátornak tűnik lesznél. United States Championship. Te vagy már kretén vagy. Kicsit úgy néz ki, mint Kane. Kane, azt a kurva. Hát... Hát a testvére. Ha már minden pankrátor ki van gyúrva, semmi új. Hát meg ki kell legyen nyúrva. Mondjuk az ilyen... Szét van szálkásítva. Is. Leküldte a nagy mészen. Foly. Egyből, hogy mekkora DDT gyerekek, és már rá is fekszi. Nézd, hogy Mártin elmenne a pankrátorba. Hát igen, meg most meg kicsit begyurmáznék, és akkor lehet, hogy így néznék ki. Talán. Nagyon elbízta magát a nagy Mason. Elbízta magát Alex Mason, de LA Knight hirtelen beindult. Bekészítette magát. És oh my god, mekkora egy power slam. Hirtelen előnybe került az LA Knight. Előnybe érezte magát. Alexos Mason. Numbers Mason. Mit csinálsz? Hol mész? Látszik, most LA Knight kezébe vette az ügyeket, ezt nem bír egyszerűen mit kezdeni magában.
Most egyből elkiáltottam magát, hogy yeah! Az elében. No! Egyszerűen Mace nem tud mit kezdeni magával. Nem bírja meg. Nem bírja, most meg rá... próbál ráugrani most hirtelenjében. Álva sikerül? Nem sikerül, mert kivédi. Kivédi. Hihetetlen egyszerűen. Ellie Knight egyszerűen folyamatosan visszatámad, visszakontrál. Ez nem bír. Nem bír magával. Kapjon ki ez a generik nagyik kreppéjén. Jó fa. Basszál meg. Nem lehet ennyire jó, ennyire rossz. Hát te majd Mason, akkor az ellenfelem vász. Nem. Akkor az ellenfelem Makarov. Mekkora big boot volt, kérem szépen. Hát nem igaz, már magyar nyújtom már. És egyé kitör már évből a Mason, hát látszik, hogy még ez kevés volt. Hatban mekkora térdes volt, mekkora térdes volt, gyereke. És már rá is készül. Oh my god. És what a powerbomb. Cruciflex powerbomb. Rá is feszik kettő és oh. What a magnificent bomb. Mekkora erősségű erő, giga erejű powerbomb volt. Most megcsinálja azt, amit testvéjétől tanult, ereje, és mi a kur... anyádat az, ez nem látta senki, ez is hatalmas spear, gyereke, megtörtént, van, tő, és nem sikerült. Na most meghalt volna Ellie Knight, ez milyen dolog már? De Edward Kelly definition of sanity. The definition of twin sanity, nem? Hát többet nem néztem ki belőle. Mondtam, hogy Gagyi ezt ki is tudja. Még ott is elbaszta, hogy én azzal. Még ott is elkúrta. Hát még készültek fel, ez lesz a jövő bajnoka. Majd ő ez az, aki majd kiválik a Bloodline-ból, és hatalmas feud-ba lesz. És van a dropkick by LA Knight. Feud-ba lesz, vagy viszályába lesz Roman Reigns-e, és legyőzi a WrestleMania-n. Én szerintem már csak az utolsó World van. Ez a jövő bajnoka? Így van. Jövő világbajnoka lesz. A fiekben még semmit nem láthatok még konkrétan tőle. Semmit nem tett még az asztalra. Az a Cook Branch Powerbomb. Flapjack powerbomb. Mely ponton a WWE? Van. Egynél kitör már. Kicking out now sends a very clear message. He's got the target acquired. Just a matter of moments. Felkészül, hogy valamit tenni akar. Ellie Knight, de nem sikerül. Nem sikerül. És most beadja. BFT. BFT van Ellie Knight. Tehát, hogy még elszednek az egésznek, és nem, kettő és fél nélkül. Nem viszi el Ellie Knight, nem viszi el egyszerűen. Milyen közel volt már, hogy megtörténjen a győzelem. Lesz a Insanity Champion. Nem sikerült beadnia. Lehet, hogy most Mason trója annak itt a lehetősége, hogy megtörténjen az epizód. Miért tegyen valami jót az ügy érdekébe. Oh my god! Sidewalk slam! Nem sikerül. És van a Russian leg sweep. És már megint fel kell, tekelj már fel minden szartól. Úristen, ne fekd, ne! És kigurul! A mesnetét még mindig nincs vége, korán sincs. Oh no!
egy mekkora spear a semmiből, egy mekkora spear volt, hirtelen az, tényleg az egy hatalmasabb semmiből jövő támadás volt, mint rendőr ott bármelyik RK-ból. Most készül valamire, Mason készül valamire, és oh my god, micsoda mozdulat, gyerekek. És most, lehet, hogy készül valami másra. Ott, Final Prayer, beadta a Final Prayer, és ezzel lehet, hogy ezzel itt a vége. Mi a fasz? Ennek költ az olyan, mint Otisnak táskát tenni. Otisnak táskát tenni. Olyan, mint bableves Soti nélkül lenni. Olyan, mint Kenny Mayból lenni a legtöbb. Knee drop! Most! Lehet, hogy ez lesz a vége. És Mason Trojan! Továbbra is United States bajnok! Ott van! Megvan a győzelem Mason Trojannak! This was a great title defense from the champion. Hats off to the champion. They could not. Hát volt egy időszak, amikor Mason Connor volt egyébként a neve, és aztán átértem be, az a Connor az ilyen kemény. Aztán átértem valami jobbra. Eset. Lege, Chen. Azt mondom, ezeket most így elszkippelem szerintem. Bailey megvédte az övet. Meg most itt az Otis és Chad Gable megvédték a World Tag Team bajnok jövet. Mason Cocker. Mason Cocker. De ezt meghagyjuk, gyerekek, megnézzük, hogy tudják, hogy sikerül-e a Miznek és Artrusznak megvédenie a Tag Team bajnok jövet. Rey Mysterio és Santos Escobar ellen, a Latino World Order ellen, akik ellopták a New World Order logóját, meg kreatívtalanok ezek a rohadt latinók, latino emberek egyszerűen kreatívtalan kövesek, csak lopni tudnak. Csak a lopás. Hát egyszer srácok a mérkőzés egyébként jó volt? Jó volt a mes? Remélem az eredmény is megelégedtek. Remélem meg vagytok elégedve a üzével is, eredménnyel is. Úgy érzem, hogy megfelelőhetek. Úgy érzem, hogy kiváló meccs. Kiváló meccs volt. Éppen az Amiz. A nagy Tag Team bajnoki címével. Azt mondja, nem. De László, hogy áll? Already such a WWE and Hollywood success. But the thing about Miz is he always wants more. Yeah, and the Miz will stoop to any level to get more. It works, doesn't it? Miz can do it all. Movies, reality TV, even game shows. Yeah, the only thing he can't do is actually shut up. Maybe you should teach him how, Saxton. Why would you silence an A-lister? Byron's never been on any list. No. A Randy Orton vs. Ice Rose Speedettől játszod. Hát lenne benne... Ha lenne benne a Ice Rose Speed, akkor meg lehetne.
You can get with this, or you can get with that. You better get with this, cause this is where it's at. What's up? I like boss of that. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? See, I just give it a jump in. Give it a competition. Most szét. Élő adásba szétrefeli magát a kurva anyja. Alkuszi. Johnson nem rappel ilyen kurvához. Úristen, ki ezt állj? What's up? What's up? What's up? Igen, a ki ezt állj volt. Ki ezt állj, és a... Úristen, hogy néz ki? Milyen pixeles. Szóval, hogy a... Ez a ki ezt, és van a... Ki ezt állj... A gerappa. Ki ezt állj, meg Ice Wolf Speednek a ködös gyermekei. Ha összebasszák egymást az ágyba, akkor ilyen gyerekük lesz. Escobar! Hát a Santos Escobar az jól lenyúrga. Még izma sincsen, bazd. Istenem. The stage is being set up for what could be a classic contest for these tag team titles. Csokon, hogy gerappá, gyerekek. Az új tag team bajnok jöv. A WWE Tag Team Championship. A mélyezés átúsznak, meg kell védenie az övet az LWO ellen. Úristen! Mekkora volt ezt el? Brainstorm! Brainbreaker! Agyroppantó! Agytekerő számadban! Bocskai! Bicska. Matching their chemistry. Into the corner now. Oh, knee right Blitz to the stomach. Boom! It's okay, they weren't that pretty anyway. Képzeld el, Kristóf, meg konkrétan. Followed up by another to the chest. Majd megrendeltem itt nagy Penfi által nagy izéket. Sajtokat. Mert talán beszéltünk elő, hogy hogy hozi fogja a kenyerét, meg mondta, hogy hozi zét, ilyen ez a boraskai világhírű sajtbolt bonnott fel a közelbe, abból izé, és hoz dolgokat, és akkor mondtam neki, néhogy hozzon ilyen party boxot, mert van mindenféle szívszar konkrétan, tényleg nem csak sajtok, de még van benne kolbászok, meg mi sonkák, meg izé. És igen, gyümölcsök, zöldségek is vannak benne, minden szar van benne konkrétan. And there's the tag, R-Truth into the ring. Ők ilyen két-három fő személyre van kitalálva ez a party box, ez 9000 forint egyébként. Hát mondtam, figyelj, leszünk egy pár, úgyhogy rendeljél hármat. Akkor mindenkinek jut majd másnap, vasárnap reggelre. Egy kenyér mellék, és ez egy parti cuccos, parti boszos, ez egy hajcsik. 27000 forint lesz. Hát most, ja. És akkor aztán még mellé még lesz még a izé is. Tutébb azok a bárkábbba is el, ott hagyunk egy kb. Ennyit szerintem. Mi biztos. Vagy legalább egy jó kis hajcsövő. Hát ha is személyre lesz, akkor az a parkra. Ez a park, hát az a parti boxok. Hát ha még marad is otthonra. Hát biztos, hogy baszki, szerintem nem tudom, hogy most fel kell készülni. Fel kell készülni egyébként, mert megnéztem egy ilyen 3 óra, 4 óra utat lesz egyébként a... Mi odaérünk a... vásárhelyre. Húú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 ú
Tuszi Stunner. Átra Jussi. Szóval, hogy... Oké, tőled már csak egy óra másfél, de... Mire hozzád eljutunk, az is egy két óra lesz kb. Izgis lesz. Most hot tagelni kell, ott van a hot tag, és letegeli a Mist. Na, mit csinálsz? Ne baszd el. Ne. Ott van. Rugás kombók. És beadja. Kezdve készül a skill crushing, skull crushing finale. Ne, nem ezt! Mit csinálsz? Miért ezt adod be? Ezt figyel. For leglock. Mi a fasz? A fasz Skull Crushing finale. Miért nem azt adta be? Hát jó. Akkor bazd meg! Azt nem sikerült kiugolját, nem. De most kell elfeküdni, most. Némi Szélyó bajban van, nem tud mit csinálni. Ez elég is volt. A Miznek. Az áthúztak. Hogy megnyerjék. Tag-team championship-re. Már csak három mérkőzés maradt hátra, amiben egyik a World Heavyweight Championship lesz. Drew McIntyre és Sheamus között. A nagy se hamisztal. It's fight night! Shima. Shaman. A Shaman. The WWE Universe finally giving Sheamus his just due. Melyik story mode-ból? As one nearly every major title is earned, every major accolade, he still loves to fight. A Judas. Judások, Judások. Hogy elvegye a legjobb barátjától az övet. Ugye az új nehézsúlyú világbajnok. 12 év után újra nehézsúlyú világbajnok lehessen. Miután 2012-ben megnyerte a World Heavyweight Championship-et. Miután megnyerte a Royal Rumble. Ott a Claymore. Hát? Ez a Claymore card, hát ez jelzésértékű alapból is egyébként. Mert hát Drew McIntyre-nek a kapásból a finisherje Claymore, a befejező mozdulata. A Scott vs. Ír. Ez komoly lesz. Az biztos. Ezek a legbasszabb támadások, meg ezek a legbasszabb sztorik, amikor nagy ilyen szomszédos országbeliek küzdenek egymással. Scott és az Ír.
a kelet a harcos, a skót harcos ellen. Itt el is a lefejezi az ellenfelét. Konkrétan. Konkrétan fejébe küldi a bicskát. Fejébe küldi a bakancsokat. Fejét szíjjel küldi. Nagy bakancs listáját. Well, the heavyweight Dublin, Ireland. Sheamus. Just look at all the gold on the world heavyweight title. Igen, igen, igen. Well, the heavyweight title match, és mehet is a match. És melyből neki is, melyből Drew McIntyre egyből leküldi a földre. Or, és te or, de a Sheamus visszatámad. This is a prize especially for the future. And Corey, you got to take the backbreaker, man. Most. Ez régen még signature-ja volt, hogy Sheamusnek. Most már csak ilyen kis sima támadás. Oh my god. Hát hogy volt Mercer? Pont. What a neckbreaker. My McIntyre. Wow. The battle cries of a Scottish warrior emanating from McIntyre. Hatalmas csépelések, adott kapottok. Új, Big Boot, mert mondhatunk, hogy Big Boot. És te neked egyébként hívtott tényleg izé, van kedved egyébként tényleg megnézni további gálásat megnézni a VBA-hez? Vagy csak úgy beírted, hogy érdekes. Egyébként a Vera is beírta, hogy érdekli. Az is meglepődtem. Van. Leszarás. A végén neked is megjött rajta, hogy kedved a WrestleMania után. WrestleManiák után. Már mindenhez megjön neked. Azon a vasárnapon lesz, amikor hazaérünk. Így van. Micsoda térdes küldön a Sheamus. Rá és ugrik egy úristen, micsoda könyökös. Szóval pont azon a vasárnapon lesz, amikor hazaérünk egyébként, ja. Remélhetőleg addigra már hazaérünk volt, szóval. Igen, 6 héten már hazaérünk, és akkor... Bár lehet nézni. Sheamus! White noise! De adja a white noise! Fehér zaj! És McIntyre egyszer kifeküdt. Bíró már 6-nál jár, 7-nál jár a bíró, és milyen kiszámolás ez? Mondjuk a kiszámolás van, akkor az a bajnoknak kedvez, mert kiszámolás, hogy nem lehet bajnoki címet nyerni, hogy a Sheamusnek az nehogy nem menne jó. Diszkvalifikáció, és egy bro kick! Beadta a bro kick, befejezi a vonzatot a Sheamusból! Az majdnem elzsésztem, bozni. 2-99 volt. Úristen, de közel volt. Jesus, oh my Christ. Squarespus. És egy beadja a Glasgow Kiss-t. A Glasgow Kiss-t McIntyre. Wow. Fú, és 2-99. Lehet, hogy McIntyre már készül a befejezésre, a Claymore-ra. Azt figyeld, micsoda ereje van McIntyre-nek. Úristen. Jesus. Nem mondja magát megvezetni. És egy izomerős suplex. Azt ugye most McIntyre 3, 2, 1. Egy hat pár Clay. Ne! Most mi a fasz volt ez? Már támadott volna, de nem sikerült ezt. Mikor betámadt, akkor is mégis beadtuk. Így is sikerült beadni a hatalmas Claymore-t. Beadta a Claymore-t McIntyre-es. Ez, és nem elég.
nem elég ahhoz, hogy Sheamus elpusztítsa. McIntyre úgy érzi, itt az ideje elpusztítani a barátját. Mekkora hatalmas csapással csapott le rá Sheamusre. Csaló. Igazi csaló. Hogyan tesz, hogy kitör a Claymore-ból. És what a good punch, powerbomb. És már rá is megy. Van. Nem, ez nem elég. Nem elég ez. Ezt komoly befejezéssel kell befejezni. És Sheamus vissza is támad egyből. A nagy TDT egyből meg sem vártam, hogy fel kell. Running knee volt majdnem, de nekintem időben kontrázott. Ajaj, most kigurult a Sheamus, de nekintem gyorsan akar cselekedni, gyorsan akarja elintézni. Nem akar sokat szarozni. Már küldi is be. Ott is beadja ugyanazt, mint Sheamus. White noise. Nem, abba adja a számolást. Abba adja a számolást. McIntyre úgy érzi, hogy neki nem ezzel kell befejeznie, hanem a Claymore-ral. És ott is van a második Claymore. Connected to Claymore. És one, two, and three. És Drew McIntyre és továbbra is World Heavyweight Champion, a nehéz súlyú világbajnok. Hát köszönöm szépen, a skót baszett harcos megnyerte, megvédte a nagy nehéz súlyú világbajnoki címét. Elképesztő küzdelmek voltak. Sheamus kiválóan harcolt, beadta a bro kicket is, amit a 2,99-nél rugott ki éppen, hogy csak McIntyre majdnem megnyerte a meccset Sheamus, de McIntyre hatalmas kitartó erejével megvédte. És előtör benne az állat. Most egy kis nem title match, hanem egy off match Logan Paul és Seth Rollins között. Kérem szépen, gyerekek! Logan Paul és Seth freaking Rollins. Gentlemen, stand up and cheer this social media hatalmas meccse. Konkrétan közvetlenül, miután a WrestleManián Logan Paul megküzdött LA Knight ellen, az én Universe-módon vágált, az én WrestleManiában ez történt, és Logan Paul legyőzte LA Knight-ot, míg Seth Rollins magával, láthatatlan emberrel, John Cena-val mérkőzött meg, és Seth Rollins legyőzte John Cena-t. Mind a ketten győztesen kerültek ki a WrestleMania meccsükön, úgyhogy most mehetne tovább, kiderüljön, ki lesz az a legjobb a világon, ki lesz az a legjobb birkózó. Logan Paulnak olyan sikerül-e legyőznie Seth Rollins-szal. Ki lesz a Prime-ban? Ha baszed lenne, hogyha itt is lenne a Prime-os izé, de hát ez nem, ez csak WrestleMania-n kell, csak WrestleMania-n szabad tartogatni. Azt nem tartogathatjuk ide be. Seth Rollins. Miután itt nálunk nem sérült le, ellentétben a valóságban, sajnos szerencsétlen Seth Rollins konkrétan már teljes egészében lesérült a valóságban, a lábát, konkrétan a térdét meg is kellett műteni,
ennek köszönhetően a gyógyulási ideje az kb. Ilyen, hát ilyen 4/6 hónap, úgyhogy lehet, hogy Seth Rollins-t egészen ilyen szeptember-októberig nem fogjuk látni. Sajna bajna. Roman Reigns-t konkrétan elő fogjuk látni, mert ő már kb. Augustus környékén fog visszatérni. Itt bármi lehet. Bármi lehet, gyerekek. Ugye ez a helyzet Rhea Ripley-vel is. Rhea Ripley is fantasztikusan megsérült. Jól szétszették szegény. Hát az biztos. Egyébként most nagyon eltérő egyébként a gondolkodás volt, hogy most éppen hol sérültet meg egyébként a lába. Nyilván három meccsen is konkrétan szerepelt a WrestleMania-n. Ő volt konkrétan a legtöbb mérkőzésen. Ő szerepelt a legtöbb mérkőzésen. Hát volt egy 44 perces meccset, a tag team meccset, az első este. Malabból se volt a legjobb. Malabból gyakták konkrétan a lábát. De mondjuk valószínűleg nem a rosszabbik lábát, hanem a másikat. De hogy igen, és sokan mondják azt, hogy a izén, már a Drew McIntyre elleni mérkőzésen már ott. Azt a Drew McIntyre elleni mérkőzésnél volt az, hogy a szeme betagadt, ott dagadt be a szeme. Akkor kapott egy claymort a semmiből. Betagadt a szeme. Aztán... De elvileg a lába az nem ott sérült meg a térde, hanem ott hanem konkrétan a fő meccsen, a final utolsó meccsen. Elvileg. Már nem tudni, mert már alapból a McIntyre elleni mérkőzésen is úgy tűnt, mintha a stompját nem tudta volna teljes egészében beadni. Van a szuperkick! Úgyhogy ja, így Rollins-t azt konkrétan ezt egy darabig nem fogjuk valószínűleg látni, sajnos. Nagy kár egyébként. Tehát végre valahol megérdemeltem, megkapta végre azt a WrestleMania main eventjét. Semmi eltőleg jövőre. Jövő évi WrestleMania 41-en megkapjuk a jól megérdemelt CM Punk Seth Rollins-ot, amit ebbe az évben kaptunk volna alapból meg egyébként, eredeti tervek szerint. Ha CM Punk nem sérül le, akkor ezt kaptuk volna meg. Akkor közben meg Logan Paul meg szétszedi szerencsétlen Rollins-ot. Utána jövőre végre megkapjuk ezt a meccset is. Úristen! Face Busta, és már bele is ment a kordonba a feje Logan Paulnak. És ott van egy Swing Blade! My Seth Rollins! Oh my god! Hova? Azt mégis hova anyám baradta? Elment a faszomba a moonsault. Úristen. Seth Rollins talán készül a pedigrére! Pedigrés! Ez elég is a mesnek, nem elég! Nem elég a pedigréhez. Készül Seth Rollins befejezi a meccset. És be is adja a stompot! Curb stomp! By Seth Rollins is
elége. És nem! Kettős különőt kitör. Oh. Mire készülve a Logan Paul? A German suplex. Egy hatalmas German suplexet készített. Elő, és egy újabb German suplex. Felmegy a sarokba. Beadja a frog splash-t. Befejezi Monster Attack Logan Paul. És kettő és félnél kitör Seth Rollins. A közönség megőrül. A közönség megbolondul. And that didn't prove to be the proverbial one lucky shot from Logan, but we know he won't stop until he lands it. Vissza is támad egyből a Seth. Caught with that sharp elbow. Nem áll, elbasztam. Időzítés rossz volt. Milyen basz ez dropkick lett volna. Ott van a dropkick. Comeback! Comeback el Seth Rollins és a Sling Blade! Minek készül most Seth Rollins? Minek készül? Ne! Ne feküdj! Ne kelljél fel köcsög! Diving cross body! Megint felmászik! És te is kivédi a frog splash-t. Mi a fasz? A bíró 5 másodperc után rájön bazdik, hogy jaj, egyébként Rob Brick, mert ott van a köteleknél a lábunk. Az király. Az jó volt. Hát fád is késésben volt a bíró. Kicsit csak. Fasza volt. Using the top rope. Hát egyszerűen szégyen gyalázat, szégyenes gyalázat. Erre nem figyelt a bíró. Le van fizetve. Nem Logan Paul-al van konkrétan, hanem Seth Rollins-szal a bíró. Nem vagyunk stunnolva, nem tudunk mit tenni. Nézd meg szerintem, hogy szétszedi. Szétfolytja a köteleknél Logan Paul. Nagy szetet. Most visszatámad. Visszatámad. És most Szetnek itt az ideje. És megvan a második! Megvan a második stomp! Van! És megvan Seth Rollins legyőző! Legyőzte Logan Paul! Seth Rollins megtette! Megtette, amit a haza megkíván! A haza megkövetel! És megtettem a szent. Ja, de ittasan mehet haza innentől kezdve. Megint pihenhet. És akkor ma mai este főmérkőzése AJ Styles vs. Cody Rhodes. Az Undisputed WWE Universal Championship ért. Sikerül le Cody Rhodes-nak megnyerni az első övmérkőzését, úgyhogy ő a birtokos, avagy AJ Styles már most elveszi Cody Rhodes-tól.
Ez itt a kérdés. AJ Styles. Ez az egy olyan mérkőzés, ami meg is fog történni a valóságban, a Backlash-en, és olyan valószínűleg ebben lesz a főmérkőzés. Kérdés. Ha sikerül le AJ Styles-nak megjelenni, ahogy ez még csak a kezdet lesz Cody Rhodes uralkodásában. Így bizony neki még jóval több napig fog adatni, megadatni a bajnoki örömet. The son of a plumber looking to continue the Rhodes legacy. Neki mi a sztoria? Jó, nem beszéltünk még. Mármint AJ Styles-nek? Mi a sztoria? Igazából ő most azért ő a kihívója. Azért az ő a kihívója Cody Rhodes-nak, mert volt egy ilyen... Volt a SmackDown adásoknál egy ilyen tornament, mint első számú kihívói number one contenders tornament, amiből hát ilyen kétfordulós volt, és AJ Styles került győztesen, hogy nyerte meg a tornamentet. Ő lett az első számú kihívója Cody Rhodes-nak. Ezen kívül meg igazából azt lehetné sztorinak még belevenni. Ez egy kisebb sztori azért bőséggel. Itt azért a Roman Reigns-i volt. Még azt lehet bevenni, hogy ez a once in a lifetime, vagy first in a lifetime legeslegelső, abszolút legelső mérkőzése Cody Rhodes-nak és AJ Styles-nak együtt. Soha életükben nem mérkőztek meg egymással ezelőtt. Tehát ezzel szemben egy nagyon jó érdekesség, AJ Styles 46 évével, ő azon kevesek közé tartozik a jelenlegi pankátorok közül, aki megküzdött, aki összecsapott Dusty Rhodes-szal egyébként, szóval AJ Styles összecsapott és mérkőzött, ő megmérkőzött, meccselt az apjával, Cody Rhodes apjával, Dusty Rhodes-szal konkrétan. Csak az nem a WWE-ben volt az még, hanem még egy ilyen kisebb szervezetnél volt, az még ilyen 2000-es években, vagy mikor volt, az még nagyon fiatal volt még a AJ Styles, aztán még egy-két alkalommal még elvállalt mérkőzést a Dusty Rhodes, a hoppászó tudni. Szóval csak ezért is mondhatjuk azt, hogy ez egy jó kis sztori lehet, mert AJ Styles meg már mérkőzött meg Cody apjával. Viszont Codyval még nem mérkőzött, mert még soha, szóval így veszük, ennek is kötőköt is van valamilyen kis ilyen szintű kötődés, ő apjával már küzdött. Régóta van ő is a szervezetben? Hát... Hogy veszük már? Ja. Már 8 éve már van. 8 éve már a szervezetnél van. De viszonylag ő későn csatlakozott a szervezethez azért, mert... Nagyon sokat ilyen kisebb szervezeteknél birkózott egyébként. Legfőképpen nagyon sokat volt a TNA-ben, TNA-ban, abban aztán a világ harmadik legnagyobb wrestling szervezete. Mondjuk azt, hogy a második volt, amíg az a All Elite Wrestling, az a AEW, IAW meg nem született 18-ban. Addig a második volt. Mert a TNA is volt, azt hiszem, még a debüsz időszakokban is.
hogy AJ Styles, már a 2000-es években is meccselt, és egészen 2016-ig kellett várni, hogy a WWE-be igazoljon. AJ Styles has had a lengthy career. És igazából azért egész jó kis pályafutást csinált azért ez alatt a 8 év alatt a WWE-be is, mert kétszer nyerte meg a WWE bajnokkével, szóval kétszeres világbajnok. Azt hiszem egyszer vagy kétszer nyerte meg, de megnyerte már a United States bajnoki övet is, meg az Intercontinentális övet is, megnyerte már egyszer B-Fixen, meg tektívöket is nyert. A Royal Rumble-t nem nyert, meg Money in the Bank-et se, hiszen WrestleMania is eléggé nagy presztízsű meccseket vívott, azért szinte majdnem mindig olyan emberekkel küzdött a WrestleMania-kon, mint Chris Jericho, Edge, Randy Orton, the phenomenal one is in full form here. LA Knight. Idén. Oh, that was just malicious. It was disrespectful. Just shows you how little the challenger thinks of the champion. Undertaker. Az pont 2020-ban volt például, az pont 2020-ban. Konkrétan az Undertaker utolsó, legutolsó, abszolút legutolsó mérkőzését pont AJ Styles-el vívta egyébként. 2020-ban. Ez mondjuk egy pont egy ilyen cinematikus Boneyard mérkőzés volt konkrétan. Ez egy eléggé egyedi mérkőzés volt, de az is annak számít. Ez pont az első éjszaka main eventje volt. És beadja a Phenomenal a forearmot, AJ Styles! És kettő és félnél kijön Cody Rhodes. Ja, az AJ Styles már küzdött meg a izébe is, Undertaker-re is, úgyhogy ha így nézzük, azért most vannak azért pillanatai neki is. Egy pedigree! És hát itt már kézé is a hatalmas crossroads-ra! Elégelt esetleg! Ott ketté is kérnék kijön! AJ Styles-nak ez kevés volt. Elvileg még csak most fordult be igazán az a Cody Rhodes. Ó, a River Suplex volt ez. A timing elbow drop. Ez egy ügyére beszelegendő. DDT! Úgyhogy én befogtam mind a két karját is ráadásul. Úristen! Alabama Slam! The Sweet Home Alabama Slam! Gyerekek! Uaaah! What a dropkick! Adrenaline can make you do crazy things. Exhibit A right there. AJ Styles nem hagyja annyiba a dolgot. Egyből visszaszolgáltatja a dolgokat, visszaküldi. Oh, you can tell he's feeling it. Mi a masha rage-et, Cody Rhodes. Már kettő finish ele is van. Van a German Suplex a semmiből, mit van a German Suplex volt. Hirtelen gyorsaságú. Kick to the midsection, full head of steam. Uuuuh. Micsoda neckbreaker volt ez. Varázsatos volt.
stomach. Underhook applied. Side effect. Which is a side effect. Side effects splash. There's some shock in the arena after that kick out. Ja, hol van ennek a meccsnek a vége? Cody Rossnak sikerül legyőzni AJ Styles, vagy se? Ajaj! Ajaj! Beadja a Styles Clash-t! Styles Clash beadja! És kettő és félnél megint kijön! Se a forrár! Phenomenal forrár, és a Styles Clash után Cody Rossz mindig kitart, és ott van a crossroads. És beadja még egyszer. És úgy van, beadja már a harmadikat, nem, harmadikat pályázban, harmadik volt. És megvan, Cody Rossz, megvan az őr. Megvédi a WWE Championship-ben. Mit a gestapó? Na! Ez is megvolt már a gyerekek. Hát én azt mondom egyébként, azt mondom, hogy gyorsan megy, ha nem szakítják meg. Hát az biztos. Ha nem szakítják meg, akkor gyorsan lemegy. Nem az, hogy ez egy 3-at bead, és akkor ez 20 másodpercig még kitart, és akkor még gyorsan még valaki meg is akadályozza még a ténykedéseit. Még ezek is megtörténhetnek akár. Ja, viszont szerintem hát lehet, hogy ennyi lesz most már, most nem húzom ki 2 óráig, mert azért is, hogy most véget ért a backlash cuccaink. Másrészt most azt mondom, akkor most hagyjuk abba, és adjuk át a safétát a Lászlónak. Amúgy is egyébként elég jól megy most neki a szekér, ami most egész jó megtekintései vannak. Nézd meg, milyen sok nézője van, nézd meg. 15 kőkemény nézője van. Vágod, beszarsz. Széni ugyozod magad. Most meg kell nézni. Meg kell nézni a Lászlót, hogy mit alkot. Mit alkot itt össze, kőkeményen? Van, aki nem nézve Falloutot? Hát... miért elnéznél? Ez úgy mondod, mintha a világ legnépszerűbb műfaja lenne a Fallout. Mint a világ legnépszerűbb bűzője lenne. Szégyeje lenne a Fallout. Ott konkrétan egészen ideig, konkrétan még a kutya sem beszélt a Falloutról egészen a sorozat indulásáig. Annyira el volt felejtve. Szószoros értelemben el volt felejtve. Lucius. Rendragon. Egy Luciusok, Luciusa. Kőkeményben már izéje. Már konkrétan izéje is van, már headsete, mi a faszom izéje, kamerája is van már. Igen, a fejére sokat tolta. Hát sokat tolta, meg hát én is sokat toltam, volt egy időszak, amikor jó volt, de... most az elmúlt években az eléggé el volt felejtve. Ez a Fallout. A sorozat volt, ami egy kicsit most visszahozta a lendületet az emberekbe. Na jó, és srácok, ennyi volt mára. Na azt mondom, már is már kezdettem a fát lenni, úgyhogy már nehezen bírtam, már utolsó meccset is már, ott is már azért fél volt voltam kicsit. Úgyhogy... ha megegyek baszába eladni. Ja, fasz. Na, azt akarta írni, hogy megyek baszába aludni. Tök, hogy tudja. Csak már annyira halott már a Kristóf, hogy már nem tudta végigírni. Köszönj Nyers Birkót, nagyon szívesen. New Vegas tervezem, mert az tűnik a legjobbnak. Egyébként sokkal szint az a legjobb egyébként. Azt én is toltam régebben. Úgyhogy az egy jó cucc. Hangulatos. És izgalmas. Na, jó van srácok, elköszönjük mára, jó kereskedést, miért már eladni. Miért baszertba eladni.
eladásokba, megy a piacra kereskedni egyet. Na találkozunk holnap, srácok, nem tudom még pontosan mi lesz.